Joe Biden és kormánya bevándorlás politikáját bírálta Donald Trump egy ohiói nagygyűlésen. A volt elnöknek ez volt az első nagyszabású tömegrendezvénye azóta, hogy elhagyta a Fehérházat. Azt mondta, Joe Biden tönkretette az országot, ezért mindent el kell követni azért, hogy 2024-ben a republikánusok nyerjenek. De azt nem tette egyértelművé, hogy indul-e a következő elnökválasztáson. Több ezres tömeg várta Donald Trumpot az Ohio állambeli Wellingtonban. A volt elnöknek ez volt az első politikai nagygyűlése azóta, hogy alul maradt az elnökválasztáson Joe Biden demokrata jelölttel szemben. Donald Trump több mint egy órás beszédében sokszor emlegette a választási vereséget, és többször is megismételte, hogy szerinte ellenfele csalással tudott csak ellene nyerni. The crime of the century, which I consider to be the election of 2020. A volt elnök többször is utalt arra, hogy figyelmét a 2024-es elnökválasztásra összpontosítja, de indulási szándékát egyértelműen még nem erősítette meg. Egyértelmű volt viszont a Biden-Harris kormányzat bevándorlási politikáját illetően. Donald Trump elmondta, úgy adta át a Fehérházat Joe Bidennek, hogy évtizedek óta a legalacsonyabb volt az illegális migráció. A határok erősebbek voltak, mint valaha, és az ország nagyobb biztonságban volt, mint bármikor. A hatalomváltás óta azonban 987%-kal nőtt az illegális migráció, emlékeztetett Donald Trump. Joe Biden a szemünk láttára teszi tönkre az országot. Éppen ezért mindannyiunknak, akik meg akarjuk menteni Amerikát, minden csepp energiánkat arra kell használnunk, hogy a mostani félidős választáson és 2024-ben óriási győzelmet arassunk, lelkesítette híveit a volt elnök. Trump jövő héten Texasba utazik, és a tervek szerint nagy gyűlésen beszél támogatóihoz az amerikai-mexikói határnál. Két napja járt ott az amerikai alelnök. Kamala Harris El Pasóban igyekezett válaszolni az őt és Biden elnököt ért kritikákra a bevándorlási politikájuk kapcsán. A Trump elnöksége alatt bevezetett szigorítások eltörlése után jelentősen megnőtt az illegális migráció a déli határon. Csak májusban 180 ezer határsértést regisztráltak. Ne tévesszük szem elől a tényt, hogy itt emberi lényekről beszélünk, akik történetei borzasztó dolgokról szólnak. Bántalmazásról, félelemről, visszaélésről. Biztosak vagyunk benne, hogy nem jó kedvükben hagyják el otthonaikat a legtöbben, hanem mert nincs más választásuk, mondta az alelnök. Kamala Harris szerint van még mit alakítani a bevándorlási rendszeren, sokkal emberségesebb és biztonságosabb rendszerre van szükség, amelynek szerint egyik legfontosabb eleme, hogy a migráció kiváltó okait kell megszüntetni.